A Szabadság utcában az általános iskola felső tagozatának helyet adó épület szomszédságában kezd fejlesztésbe Jászfényszoru önkormányzata. A képviselőtestület legutóbbi ülésén fogadta el a multifunkciós csarnok építéséről szóló közbeszerzési felhívást. Az önkormányzat évek óta készül a fejlesztés elindítására. Mostani sportcsarnoknak a tervezése során vártuk azt a pillanatot, amikor az önkormányzat amellett, hogy kellő erővel rendelkezik, még tartalékokkal is rendelkezzen, mert ugye bármit hozhat a jövő ebben a mai világban, ahogy most a háborús körülmények is vannak a közelünkben, ezért a legrosszabbra számítva is ennek a új multifunkcionális sportcsarnoknak meg kell épülni, és nem szabad adósságba kerülni az önkormányzatnak. Mutatott rá a pénzügyi bizottság elnöke, amikor a képviselőtestület döntésének hátteréről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a Városipari Parkjába települő autóalkatrészeket gyártó új kínai cég területvásárlása eredményeként emelkedő bevételeik nagyban hozzájárultak a testület pozitív fejlesztés indításáról döntő határozatához. Egy korábbi szándék nyilatkozat után arról döntött, hogy a közbeszerzést elindítjuk. Korábban az önkormányzat már a leendő csarnok építési helyszínének megteremtéseként két ingatlant is megvásárolt az általános iskola szomszédságában. Illés Péter hozzátette, hosszú előkészítés után döntöttek úgy, hogy az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a beruházást. Ez egy 20x40-es pálya, nemzetközi szabványoknak megfelelő magassággal, pályaméret melletti védőtávolsággal, 250 fix néző befogadására, illetve további 100 mobil lelátós lehetőség biztosításával készültek el a tervek. A leendő csarnok elsősorban az általános iskolások sportolási lehetőségét biztosítja, ugyanakkor a város számára is megjelenik sportlétesítményként, konferenciateremként, kiállítások, vállalati rendezvények, közösségi programok helyszíneként. A létesítmény kivitelezése várhatóan jövő tavasszal indulhat, a beruházás tervezői költségvetése meghaladja 1,5 milliárd forintot.